A kötelező sorkatonaság korát idéző humortól egyáltalán nem ment, egy színpadi darabbal készültek a Faddy Nyugdíjas Klub tagjai a nőnapra. A darabban a katonaságot valóban megjárt férfiak mellett bizony szép számmal szerepeltek hölgyek is. Ilyen nyugdíjas kulturális találkozók vannak, és ott a különféle településekről, ahogy jönnek a nyugdíjasok, azok mindig előrukkolnak valami új, és onnan az ötletek, meg még az internet van nagy segítségünkre. És meg gondoljuk, hogy most mit lehet, mi is volt már, megpróbáljuk überelni mindig az előző évet, hát és így igyekszünk, és szeretjük, hogyha vidámságot tudunk bevinni a nyugdíjasok életébe, mert mi is vidámak vagyunk, és akkor ők is. Ne legyen már olyan morcos, legutóbb akkor volt ilyen, mikor megvette az új színeskégét. Aztán 3 napig áttalült neki, mert azt hitte, hogy a falra vetik ki a kéket. Azt hiszem, mondhatom, hogy alapból vidám társaság vagyunk, és azt keresjük, hogy hogy lehetünk egymás szórakoztatására, megnevettessük egymást, legalább erre a néhány percre, fél órára elfelejtessük a nyugdíjas társainkkal a bánatukat, bajukat, és mi ennek nagyon örülünk, ha ez sikerül. Egy néhány tagunk van, 170 körüli tagunk van, bár hát ugye kiöregedőben van most már a nyugdíjasok korosztálya, de mindig frissülünk új fiatalabb nyugdíjasokkal, összejárunk, énekelgetünk, énekkarba is együtt énekelünk, zöme nyugdíjas annak is, és hát minden kirándulásokat szerveznek, és akkor azokon nagyon szívesen részt veszünk. Olyannyira szívesen vesznek részt közös programokon a Faddy nyugdíjasok, hogy az ő közösségük igazi motornak számít a nagyközség közéletében. Minden évben a Faddy nyugdíjas klub egy humoros műsorral készül, és vendégeli meg a hölgyeket. Hát ugye a legnagy élénk társasági közösségi élet folyik a településen, és hát a legaktívabbak a Faddy nyugdíjasok, és minden évben valamilyen szép műsorral kedveskednek a hölgyeknek, és hát ez nagyon jó sikert, úgy látom az idei is, lesz egy kis vendéglátás is, és most közösen Tengelit Szőlőhegyel évek óta már gyakorlatilag közösen ünnepelünk egy-egy ilyen fontosabb ünnepet. Vigyázz! Aki nős, az jobbra, aki ne, az balra. Oszulj! A nemzeti ünnepeinken, a vallási ünnepeinken is megmozdulnak. Az idén már nagyon szép adventi ünnepet tartottunk. Jászó készült, Betlehem készült, koszorút készítettünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon előremutató és nagyon fontos szerepet töltenek be a településünkön.